Szebbnél szebb népdalok csendültek fel a Várraljai Művelődési Házban, ugyanis ezúttal a település adott otthont az immár hagyománynak számító népzenei találkozónak. Létezik egy ötös kör, egy úgynevezett ötös kör, amit a Sükösdön dolgozó dr. Cseh Béla tanár úr talált ki nagyon sok évvel ezelőtt. Ők az idén már az 50 éves születésnapjukat ünneplik, és hát ebbe a csoportba mi is bekerültünk, immár harmadik alkalommal veszünk részt ebbe a munkába, és nagyon nagy örömmel fogadjuk ma ennek az ötös körnek a résztvevőit, akik rajtunk kívül a Sükösdi Népdalkör, az Érsekhalmi Népdalkör, a Tázlári Asszonykórus és a Keceli Népdalkör. Ez minden évben folyamatosan működik, általában a Béla bácsi különböző csoportokat szokott meghívni, pontosan azért, hogy a népdalok ne menjenek veszendőbe. Ez az öt csoport abban az adott évben látogatja egymást, és ilyenkor az a feltétel, hogy mindig különböző népdalcsokrokkal álljunk elő. Tehát ilyenkor egy olyan 20-25 népdal előkerül minden csoportnál. Tehát, hogy amikor meglátogatjuk egymást, akkor ne ugyanazok az énekek jöjjenek elő. Hát mi szenzációsnak tartjuk, és ezért is veszünk benne részt. Ráadásul hát személyes jó ismeretség kapcsán is. Béla bácsi ugyanis itt kezdte ezelőtt nagyon-nagyon sok évvel a tanítói pályafutását, és hát ő boldog volt, hogy mi is ide csatlakoztunk, és mi meg örültünk neki, hogy ismét ránk talált. A Sükösdi Népdalkör, akikkel együtt élek, ők az idén ünneplik a megalakulásuknak az 50. évfordulóját. Összeszoktunk ennyi idő alatt, azt mondhatjuk. De a magyar népdalnak már az ősi funkciója is az volt, hogy minél több ember tudjon egymás közelébe vinni. Ennek a gondolatnak a felélesztésére vagy ébrentartására született a sükösdiek között az a gondolat, hogy minden évben meghívunk négy népdalkört, akkor így öten vagyunk, és adunk közösen egy hangversenyt, utána bulizunk egyet, és körbejárjuk mind az ötünket. Mi ötös körnek nevezzük ezt a dolgot. Az ötös körnek ez a 24. alkalma. Ott is jubileum lesz majd, mert a szeptemberben indul, az a 25. lesz már. Akikkel ma itt találkozunk, itt már mindenki úgy tud integetni a másiknak, mint ismerősnek. És az ismerősség itt nem névtudást jelent, hanem lélekismeretet. Én tudom azt, hogy te nagyon rendes ember vagy, és azért vártam nagyon, hogy találkozhassunk, és íme itt van egy alkalom újra, amikor ez megtörténhet. Ami nekünk segíteni tud, garanciát ad arra, hogy olyan dolog történjen, ami valóban értéket hordoz, azok az őseink, akik nem csak tudtak énekelni, hanem érezni tudták, amit a zene és a szöveg közvetíteni tud. Hát mi ezt ünnepeljük minden ilyen ötös körben.